Lechner az Alkotó Géniusz című vándorkiállítás Hódmezővásárhelyre is eljutott. Az építész nevéhez fűződik a magyaros szecesszió kialakulása és elterjedése. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban tablókon láthatók legcsodálatosabb épületei. A tegnapi tárlat megnyitó azonban egyben könyvbemutató is volt. A közönség a témához kapcsolódóan a Felfedező utak című tanulmánykötetet is megismerhette. Lechner Ödön épületeinek tetejét is gazdagon díszítette, mondván bár lehet, hogy az emberek nem látják, de a madarak igen. Lechner a 19.-20. század fordulójának legkiemelkedőbb építésze volt, akinek 2014-ben volt halálának 100. évfordulója. A jeles évfordulóra az Iparművészeti Múzeum, amely egyébként az ő tervei alapján készült el, nagyszabású kiállítást rendezett. Majd híres, szecessziós épületei tablókra kerültek, amelyek több nagyváros után a következő két hétben Hódmezővásárhelyen is megcsodálhatók. Nagyon új és egyedi stílus dolgozott ki, amit korábban senki. Ugye Európában, Nyugat-Európában a szecesszió már ismert művészeti stílus volt, de Lechner Ödön, amit létrehozott, az a magyaros nemzeti szecesszió, tehát alkalmazza ő is a hagyományos szecessziós elemeket, a keleties mintákat, a virágokat, a madarakat, de mindemellett nagyon sokat tanulmányozta a magyar motívum kincset, a népművészetet. A kiállítás megnyitót követően könyvbemutatónak is részesei lehettek az érdeklődők. Keserű Katalin és Brunner Attila a budapesti épületállomány után a vidéki városok épített örökségét is felmérték, és ez utóbbi eredményeként született meg a Felfedező utak című kötet, amely többek között cáfolja, hogy a díszítő kerámiák csak a zsolnai gyárban készültek. Nagyon sok helyi kerámia művészmester mellett a stukkó gyártó műhelyek is igen nagy forgalomnak forgalmat tudtak magukénak. Nagyon sok polgárházon jelentek meg, és ez a polgári építető igény, a polgári mecenatúra, a polgári kultúra felfogás igen erősen jelentkezett a polgárosodó magyar társadalomban, ideértve például a mezővárosok lakosságát is, mint Hódmezővásárhely. Ennek tudható be, hogy bár nem Lechner Ödön tervei alapján, de több bécsi stílusú, szecessziós épület áll Hódmezővásárhelyen, mint a bankpalota, a zsinagóga, de a sétáló utcán és szerte a városban több polgárház is magán hordozza a szecesszió elemeit.